A Honvédség és Társadalom Baráti Kör szervezete a Katonai Emlékparkkal és a Nagyváradi Tanoda Egyesülettel együttműködve már negyedik alkalommal hirdetett meg hat történelmi témájú gyermekrajzpályázatot. Az idei az Én Várom, az Én Hazám rajzpályázat támogatója, Székesfehérvár önkormányzata és a Székesfehérvári Egyházmegye is volt, így a díjátadó ünnepségre a Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban került sor. Megteremtettünk egy olyan pályázati címet, melyen lehetőséget kívántunk adni a fiataloknak arra, hogy egy nemzetközi rajzpályázat keretében jelenítsék meg azt, amit ők ebbe a címbe értenek. Spányi Antal megyesbüspök köszöntőjében kiemelte, fontos gondolatot fogalmaz meg az Én Várom, Én Hazám elnevezésű pályázat, hiszen a kiíró szervezet képviseli a katonaságot, a katonákat, akiknek a hivatása a nemzet szolgálata és a haza szeretete. Azt remélem, hogy azok a gyerekek, akik a honvédség felhívására rajzokat készítettek, azok utána maguk alkotásában gyönyörködtek, megtapasztalták az alkotás örömét, megtapasztalták, hogy jó dolog valami szépet létrehozni, valamit ajándékozni a többinek, a nagy közösségnek. És azt is remélem, hogy ha már ebben a témában alkottak magyar várok, magyar történelem, magyar hősök, akkor közel kerülnek a mi népünk történelméhez, a mi nemzetünk történelméhez, ennek az országnak a történelméhez, amely végül is Szent István és a magyar szentek és sok-sok magyar hősnek az országa, hazája, és ezt is jobban fogják szeretni. Tehát végül is azt remélem, hogy jobb magyarok, jobb hazafiak lesznek, becsületesebb emberré válnak, akik eleget tesznek annak a parancsnak, hogy élhető módon hagyjuk magunk mögött a földet, szerezzünk az életben sokaknak örömet, és próbáljunk meg ajándékozni a többi ember számára, amire tehetségünk van. Több mint 60 történelmi várat jelenítettek meg a pályázók, az egyéni és közösségi alkotások mintegy 1500 gyermeket mozgattak meg, hogy az ismert vagy már feledésbe merült történelmi emlékeinket megelevenítsék, mondta el Olá László, a pályázat szervezője, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör ifjúsági tagozatának vezetője, aki az ünnepségen azt is hangsúlyozta, hogy Erdélyből, Apáciumból, Horvátországból és Szlovákiából is érkeztek pályaművek, így vált nemzetközivé a pályázati kiírás. Az első évben már nemzetközivé szélesedett a rajzpályázatunk, az első három évben több mint 2000 alkotás érkezett összesen. Azt hittük, hogy az a plafon. Tévedtünk, ebben az évben 1349 alkotás érkezett, amit lehetőséggel élve a gyerekek közös alkotásokkal is készültek, és több mint 1550 gyermeket, tehát nagyon sok iskolai közösséget, családot tudtunk megszólítani, nemzetünk hat történelmének egy jelentős dolgával, a még létező, illetve már a feledés homályába vesző történelmi várainkkal. Tehát amikor elkezdtek jönni az alkotások 100, 200, 300, ezt vártuk és készültünk. Elértük az 1000-et, azt mondtuk, hogy na, ez már az a mennyiség, amit egyenként lefényképezni, digitalizálni, zsűrizni. Hát a zsűri több éjszakán keresztül csak képeket nézegetett. Ez egy horror történet, de olyan lelkesen csináltuk, hogy szerintem már most megvan a töltés bennünk, hogy folytassuk. A Nemzeti Összetartozás napja jegyében megrendezett eredményhirdetésen és kiállítás megnyitón Székesfehérvár önkormányzata is képviseltette magát, és támogatta a díjazást Róth Péter alpolgármester személyében. Lassan 100 éve okoz mindennapi kellemetlenséget, és azt kell mondjam, hogy mindennapi kellemetlenségnél sokkal többet, egy nemzet életének egy komoly tragédiát az a döntés, hogy mesterségesen határokat húztak emberek, családok közé, így népet felosztottak több ország között. Azt gondolom, hogy itt az idő, hogy ebből a történelmi bűnből, tévedésből erőt merítsünk, és felül tudjunk emelkedni ezen, és eljutsuk odáig, hogy a magyar nép attól függetlenül, hogy melyik országban él, összetartozik. És azt gondolom, hogy ezek a fiatalok, a több mint 1500 fiatal, aki dolgozott ezeken az alkotásokon, ezt jelenítik meg a mai korban. A pályázat témája arra kínált lehetőséget, hogy a vállalkozókedvű gyermekek nemzetünk történelmi várait, vagy az általuk kitalált várakat jelenítsék meg. A díjátadó és kiállítás megnyitó ünnepségen megtelt a művelődési ház díszterme az alkotókedvű fiatalokkal. Pákozról rajzoltam végül is a Mészekhegyről, mert úgy tartottam, hogy Pákoznak kell egy vár. Mivel Pákozzal nincs vár, ezért
én a Mészekhegyre álmodtam, és a Pákozdír csatának a főhelyeként ide kellett egy vár. Egy erő, de végül is, amelynek van egy ilyen ágyú része, rajzoló programmal rajzoltam meg, mivel el volt törve a kezem. De viszont nagyon szerettem volna beadni a rajzpályázatot, és ezért számítógéppel rajzoltam meg. A zsűri értékelése alapján két helyszínen összesen több mint 100 díjat adtak át. A rajzpályázat első díjátadóját még áprilisban Nagyváradon tartották. Június 3-án pénteken Székesfehérváron került sor az arany ceruza, ezüst ceruza és bronz ceruza, illetve a külön díjak átadására is. Az ünnepélyes eredményhirdetés során a II. Rákóczi Ferenc általános iskola tanulói, valamint nagyváradi és Gyergyószent Miklósi gyerekek léptek fel, a díjakat Spányi Antal püspök és Rót Péter Székesfehérvár alpolgármestere adták át.